folytatjuk tovább innen az Orci Kalandparkból. Telepi Zoltán, ipari alpinista, oktató és vizsgáztató a vendégünk. Köszöntelek a műsorban. Szia! Mi is tulajdonképpen ez az ipari alpin technika? Honnan jött a neve? Nyilván az alpinizmusból jött a neve, tehát hogy akik magasban tartózkodnak. Eddig ez egy hobbinak indult, hogy itt is látjuk, ez egy nagyon jó szórakozási tevékenység, sport, de amikor ezt munkaként kezdjük elűzni, akkor már így jött az ipar szó elé. Tulajdonképpen nem csak az iparban használják, de minden, ami munkavégzés és magasban, ilyen lezónás, veszélyes környezetben történik, ezt nevezzük ipari alpin technikának. Ennek az oktatása hogy történik? Mennyi idő egy ilyen képzés, és milyen szintek vannak? Jelenleg ez egy államileg elismert szakképzés keretében folyik, ennek megvannak a kötelező óraszámai, 260-380 órában oktatják, és erről mindenki kap egy bizonyítványt a végén. És mennyi idő maga az iskola, illetve milyen órák vannak? Hogy történik az oktatás? Van gyakorlat és elmélet? Mi a fontosabb? Így van, mind a kettő fontos. Arányaiban 70% a gyakorlat, és a többi az elmélet, főként gyakorlati az oktatás. Ez munkarend szerint kb. Egy hónap. Egy hónap vagy három hónap, hogyha ez iskolarendszeren kívüli, tehát nem iskolarendszeren belül. Főként felnőtt képzés keretében valósulnak meg ezek a képzések. És mik azok a tulajdonságok, amiknek egy profi, egy jó ipari alpinistának rendelkeznie kell? Felelősségtudattal, ezt emelném ki a legjobban, és kedvel. Minden más az már csak egy segítség ehhez. Hát gondolom azt sem, mert hogyha nem vagyunk tériszonyosak, vagy van esetleg olyan, hogyha valaki tériszonyos, és úgy elmegy ipari alpinistának? Erősen ellentmondani, én vagyok az élő példája. Ezért választottam ezt a szakmát, mivel tériszonyos voltam. És gondoltam, itt azért leküzdeni. Ehhez fél év elegendő is volt. Na hát akkor, kedves nézőink, akik tériszonyban szenvednek, menjetek ipari alpinistának. Mitől függ egyébként, hogy ki mennyi idő alatt tudja elvégezni ezt a képzést? Van olyan, aki nagyon rövid idő alatt, vagy van olyan, aki annyira tehetséges, hogy gyorsabban? Hát nyilván valakinek egyáltalán nincsen rá affinitása, sőt fél, ezért meg sem közelíti ezt a szakmát. Másrésztről, mi volt a kérdés, még egyszer kérlek? Ki milyen gyorsan tudja elvégezni a tanfolyamot? Hát készségkérdése. Készségkérdése. Ez egy másfajta mozgáskultúra. Függőlegesen kell közlekedni, főle nem úgy, mint ahogy a talajon járunk. Mennyire válik magabiztossá a lépésünk egy ilyen magasabb. Akkor úgy ott tudjam, hogy meg kell állni, mint itt a talajon. Mégis más jellegű tartásban játszanak a fölöttünk lévő kollégák. Úgyhogy ez, amire átszokik az ember, és ott meg tudom maga biztosan közlekedni, nem szorítja. De a mikrofont a kezedben most nem szorítod, mint az életet függne tőle. Ott erősen kapaszkodnak mégis valami, pedig ugyanazt a súllyal kéne dolgozniuk. Ha már az élethez való ragaszkodásról beszélünk, akkor azért említsük meg, hogy ez egy elég veszélyes szakma. Balesetek történnek szép számmal? Szeretnék rácáfolni. Egyáltalán nem veszélyes. Tehát ott van rajtunk ez a teljes testvederzet, sisak, mindenféle ereszkedő eszközök, mindenkinek két kötele van, tehát iszonyatos biztonságban vagyunk fönt. Mi inkább a munkát nem is munkának szoktuk nevezni, egyfajta játéknak. Van egy korlátozott eszközszámunk, amiből végtelen számú problémát meg tudunk oldani. Tehát nagyon jó kis logikai játék, minden munka egy kihívás, ezt hogyan fogjuk megvalósítani. Viszont sajnos a másik oldalról nyilván vannak balesetek is, de főként ez a szakértelem hiányát igazolja, illetve a megfelelő felszerelések hiányát bizonyítja. Neked mi volt a legextrémebb és legnagyobb kreativitást igénylő helyzet, amit meg kellett oldanod? Volt ilyen? A tériszonyban indultam, ezért minden extrémnek tűnt. Én favágással kezdtem, fáramászással, így minden egy centivel följebb küzdeni, egyel kevesebb kézzel kapaszkodni, az egy előrelépés volt. Úgyhogy nyilván ilyen sokkal nagyobb fákat mondanék. Magyarországon ezek a jégenyefák, amik 40 méter magasra is megnőnek. Épületekben, a külföldön vannak sokkal magasabb épületek, 70-80 méter magas épületek, és akkor azok a munkát végezni. Lehet, itt Magyarországon van a szélenergiaipar, és akkor ezek a tornyok, ezek is elég magasak, ilyen 100 méter magasak, azokon dolgozni, és egy érdekes élmény 100 méter magasra ott a játékautókat nézni. Azért ez nagyon más, mint amikor itt vagyunk a kalandparkban, meg mint amikor ti dolgoztok felszerelésben. Mi a különbség? Felszerelésben az a különbség, hogy itt a kalandparkban egy rövid időtartamra viselik csak a vendégek ezt,
munkában az általában egy 8 órás munkaidő, sokkal inkább abban kell tartózkodni, és nem csak a biztosítást szolgálja, mint itt, hanem az állandóan terhel, ahol abban ül, a kötélben ül, ezért itt a kényelmi funkció is fontos. És a biztonság, mert 8 órán keresztül a figyelmet fenntartani, itt amíg az embernek kedve, lendülete van, oda tud figyelni, akkor elfárad, lejön és akkor ott hagyja, hát a munkában nem így működik ez. Úgyhogy ott nyilván van egy felső része is, jobban párnázottak ezek a részek, felszereléssel számokat kell tartanunk magunknál, erre kialakított fülek vannak, ülőpad, hogy kényelmesebben tudjunk ülni, ilyesmi kell elképzelni. És hogyha nem egy ilyen erdei környezetben vagyunk, hanem rólatok beszélünk, akkor ugye akik hivatásszerűen űzik az alpinizmust, milyen környezetben szoktatok városban például tornyok, vagy mondjuk telefon póznákra gondolok, hol szoktatok dolgozni? Minden, ami magas, amiről le lehet zuhanni, vagy bele lehet zuhanni, tehát itt akár tartályokat is el lehet képzelni. Erdőt azt rá kell, hogy cáfolják, mert most volt az ónos időjárás is, mert itt talán találkoztatok vele itt a év elején, év végén, és nagyon nagy volt az erdőben a kár, ezt is csak ilyen alpin technikával lehetett helyreállítani. De egyébként itt az, hogy most itt a mobil, ez a mobil kapcsolat létre jöhessen, ez nyilván adótornyokon keresztül megy, ezeken az adótornyokon is így ilyen technikával dolgoznak városon kívül, városon belül pedig épületek, víztornyok, adón, tehát számtalan. Veletek esetleg történt már olyan extrém eset? Olvastam ilyet, hogy mondjuk egy ipari alpinista takarította egy nagyon magas toronynak az ablakait, és valamelyik kedves lakó vagy dolgozó elvágta a kötelet. Ilyenek tényleg vannak? Én is hallottam róla. Úgy látszik a hír gondolom igaz volt, úgyhogy nem tudom megcáfolni. Vannak ilyen meglepő dolgok, amikor egy tolerancia a városban az néha így jelentkezik sajnos. Nem lézünk mögé, hogy mi a tettünknek a következménye. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Most pedig nézzük meg, hogy Bence hol tart a pályán. Bence, mi a helyzet? Ha jól emlékszem, akkor nem tudom. Bence épp azt mondja, hogy ez a szarkapálya is egy nagyon nehéz akadállyal kezdődik, majd én tolmácsolok neked, jó Bence? Most épp áthalad egy hídon, függőlétre. Ajaj, Bence, vigyázz magadra! Bence épp egy függőlétrán halad keresztül. Mértani pontossággal lépd el a lépcsőfokokon. És ott van Laci is, aki komoly tériszonnyal küzd, úgyhogy neki plusz kihívás ez a feladat. Bence épp azt mondja, hogy nem tudunk leesni, mert hogy megtartja az a kis bigyó, aminek sajnos a szakszerű kifejezése, az most nincs meg.